Megszületjük! A cím? Hol van még? Na, van itt egy olyan dolog, hogy elment. Címet a végén adunk, hagyja ki a helyét. Értettem. Valami baj van, kisasszony? Na, ide figyeljen! Ne legyen! Semmi! Bocsánat! Őze Áron, Rejtő Jenő szerepében a regényét diktálja egy gépírólánynak, akit Földes Eszter alakít az előadásban. Ez a jelenet Rejtő életének egyik jellemzője volt, ugyanis a termékeny szerző valóban ezzel a módszerrel szeretett dolgozni. Az író mindig egy-egy gépíró kisasszonynak diktálta le az aktuális regényét, az illető hölgynek csinos ruhában, sminkelve kellett végezni a munkát. Az író és a lány között több alkalommal is romantikus kapcsolat szövődött. A Szőke Ciklon is egy ilyen hölgy volt. Van egy nagyon izgalmas kerettörténet, amit a Szente Bajk talált ki, és akkor ezen a kerettörténeten belül bontakozik ki maga a Rejtő regény, és hát, hogyha így jellemezni kéne ezt a lányt, akkor nagyon okos, nagyon szeles, nagyon szenvedélyes, nem nagyon ismeri a határokat, és tényleg olyan, mint egy ciklon, mindent elsöpör maga előtt, maga után, maga körül, és végül egy férfi szívét is bekebelezi. Csonka András a szomszédot alakítja a vígjátékban, akit aztán több szerepben is láthatnak a nézők. A művész pályája szorosan kötődik ehhez a műfajhoz. Szerinte nagyon is igaz a mondás, akinek humora van, mindent tud, akinek nincs, az mindenre képes. Ezt nagyon fontosnak érzem, pláne a mai világban, amikor hát bizony túlságosan komolyan veszünk bizonyos dolgokat, és hát kicsit talán jobban eluralkodik az életünkben a ridegség, vagy a picit hát nem a humor, hanem inkább a másik irányba tartó érzelmek, ami sokkal inkább szól az utálkozásról, az irigységről, tehát én ezeket a dolgokat igazából nem nagyon szeretném az életembe beengedni, viszont a humort mindenféleképpen, a jóféle humort, és a humorral együtt járó könnyedséget, kellemet és eleganciát. Az előadásban Földes Eszter, Csonka András és Őze Áron partnerei, akik kollégáikhoz hasonlóan szintén több szerepet alakítanak fantasztikusan, Szerednyei Béla és Józsa Imre. A zongorista, aki végig színpadon van, Gulyás Levente.